Nézzük meg ezt az ábrát, ami a piacot és a pénzt, pénzforgást mutatja a világon. Ugye a pénz, illetve a piacot hasonlítja össze. Ez a kis négyzet 100 milliárd dollár, kicsit kisebbre veszem, mert szükség lesz rá. 100 milliárd dollár. Ez bitcoinnak az értéke 5 milliárd dollár ma. Ez pedig a kibányászott ezüst értéke 14 milliárd dollár jelenleg amennyi ezüst forgalomban van, amiről tudunk inkább úgy fogalmazni. Ez Warren Buffett, a világ egyik leggazdagabb embere, egy amerikai befektető, Bill Gates, illetve Carlos Slim, a világ leggazdagabb embereinek a vagyona összesen 80 milliárd. Bocsánat, Bill Gates vagyona 80 milliárd, ő valamivel gazdagabb, mint a másik kettő. Ők is valahol ott körül vannak. Ez az ő vagyonuk. Berkshire Hathaway, Warren Buffett cége, az értéke, ez az, ami mutatja, ugye egy ilyen kis kocka az 100 milliárd, úgyhogy ez durván a 300 milliárd. Microsoft, Apple, ez ugye Google vagy Alphabet, ez pedig Exxon, ami ugye Standard Oil, más néven, ami ugye Rockefeller cége, Standard Oilnek indult, ők finanszírozták a világháborúknak mindkét oldalát, ez egy nyílt titok. Apple értéke 616 milliárd, ez természetesen nem a valós értéke, ez az, amennyiért tőzsdén szerepel. Ez a Federal Reserve értéke, ami ugye 2008-ban a világválság előtt egy trilliárd dollár volt, ami ugye 1000 milliárd dollár, és azóta még 3,5 ezer milliárd dollárt nyomtattak, illetve állítottak elő a semmiből, hogy a életben tartsák a gazdaságot. Mindenkinek meg kell érteni azt, hogy a gazdaság nem fejlődött, a gazdaság nem állt helyre, a gazdaság nem javult, egész egyszerűen pénzt nyomtattak, és ezáltal életben tartották, ugyanis a pénz nyomtatása további kölcsönöket tudtak kiadni, és az emberek ezt el tudták költeni. Termelés igazából nincs, egész egyszerűen csak költjük el szolgáltatásokra azt a pénzt, amit nyomtatnak mindaddig, amíg nincs termelés, azaz a semmiből valaminek az előállítása, vagyis nyersanyagból valaminek az előállítása, addig a gazdaság nem fejlődik. Ahhoz, hogy valóban gazdaságról lehessen beszélni, ahhoz valamit elő kell állítani nyersanyagokból, mint a mezőgazdaság, vagy mint az ipar. Azonban ezek a dolgok nem fejlődnek világszerte, ezek a dolgok csak Kínában fejlődnek, és Indiában, a világ többi részén hanyatlik. Amire mi költjük a pénzt, az különböző szolgáltatások, aminek semmi értelme, mint a fodrászat, a kutyakozmetika, vagy a bevásárlóközpontokban való kóborlás és mindenféle dolgoknak a vásárlása. A legtöbb nyugati ország nem állít elő semmit az égvilágon, csak egyszerűen költi a pénzt, vagy pedig befektet olyan dolgokba, mint például a tőzsde, amihez fogalma sincs, csak egész egyszerűen vásárol dolgokat, azért, mert a többi ember ezt teszi. Megveszi az Apple részvényt, mert most az megy fölfele, megveszi a lakást, mert az ára megy fölfele. Csak azzal nem számol, hogy ez nem fog fölmenni a végtelenségig. Egy nap, mikor bejelentik azt, hogy problémák vannak, mikor mindenki el akarja majd adni, akkor az értéke lemegy a nullára, hiszen mindenki el akarja adni, senki nem akar majd venni, és a kereslet kínálat kiegyenlíti egymást. Ezért azok a mesterséges értékek, mint például ami az Apple értéke, ezek majd lemennek oda, amennyit valójában érnek, ugyanúgy, mint a lakásárak. Persze lehet, hogy most fönt vannak, egy idő után vissza fognak állni oda, amennyit valójában megér az az embereknek. Most, amíg még van kereslet ezekre, mert mindenki be akar fektetni, és azt hiszi, hogy mekkora bizniszt csinált, addig még megy fel az értéke, egy nap majd az emberek rájönnek, mikor úgy manipulálják a piacot,
bejelentik, hogy problémák vannak, akkor mindenki meg akar szabadulni tőle, hogy most a csúcson eladja, akkor majd nem lesz vevő, és akkor lemegy az értéke nullára. Amikor lemegy az értéke nullára, akkor jönnek azok, akik irányítják a rendszert, és fölvásárolják az egészet, és így az ő kezükben lesz az egész újra, és mindent elveszített az ember, ők meg megvettek mindent, és az embereknek még kevesebb dolog van, és ezután meg elkezdhetik egymást megenni majd. Így működik a világ, és mindig is így működött. Az egy nagyon egyszerű képlet, hogy ha semmiből pénzt csinálok, akkor a pénz értéke csökken, hiszen minél több van valamiből, annál kevesebb az értéke. Ehhez igazán nem kell valakinek agysebésznek lenni, hogy ezt kitalálja. Ha 4,5 ezer milliárd lett az 1 ezer milliárdból, akkor az értéke csökkennie kellett, hiszen több lett, de igazából semmit nem termeltek. Ez a probléma az egész pénzügyi rendszerrel. Termelés nélkül nincsen érték előállítás. Érdekesség az, hogy ez a világon, ez a téglalap 5 ezer milliárd dollár, amennyi készpénz van forgalomban. Ez az értéke az ingatlanoknak világszerte 7600 milliárd dollár. Ugye Amerika, Európa, Ázsia, illetve Közel-Kelet 7600 milliárd dollár. Ez az aranykészlet 7800 milliárd dollár. Ez a terület itt 28600 milliárd dollár. Ez az a pénz, amihez könnyen hozzá lehet férni, amennyiben szükség van. 28,6 trilliárd dollár. Ez itt a valuta piac. Ez a terület itt az értéktőzsde 70 trilliárd dollár, azaz 70 ezer milliárd dollár. Ez már nem valós pénzösszeg, ez az az összeg, amennyit az emberek adnak a cégek összességért. A cégek nem termelnek ennyit, egész egyszerűen az emberek azt gondolják, hogy ezek a cégek ennyit érnek, részvényeket vesznek benne, és továbbadják mindaddig, amíg az emberek azt hiszik, hogy az Apple örökké fog élni, és örökké ilyen lesz, mint most, vagy feljebb megy, addig vásárolják a részvényeket. Az Apple bevétele eltörpül ahhoz képest, amennyi az értéke a cégnek az értéktőzsdén. Ez egyszerűen egy fiktív összeg, ez nem létezik, azonban valakinek fizetni kell érte, ez az egészben a lényeg. Amikor, mint 1990-ben, amikor az úgynevezett dotcom boom történt, és kiderült, hogy ezek a cégek az interneten nem érnek 0 forintot sem, akkor visszaállt az értékük oda, amennyit érnek 0 forintra. Mindazok az emberek, akik befektettek abban és megvették őket, azoknak a pénze visszatért a nullára, és elbuktak mindent. Így törlődik el pénz. Természetesen azok, akik irányítják ezt a rendszert, azok kiszálltak a tetőn, utána meg az összes többi benne maradt. Ez a terület itt 80.900 milliárd dollár, azaz 80,9 trilliárd dollár. Szintén készpénzt jelent, azonban szintén magába foglalja a folyószámla, illetve a pénzpiaci számlákon az összegeket, valamint a befektetéseket, illetve a megtakarításokat, csekkeket és azokat a befektetéseket, amelyek időre vannak lekötve. A következő terület, és ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, ez a világ összadóssága. A világ összadóssága. 199 trilliárd dollár. Az egy jó kérdés, hogy kinek adós a világ, ez annak a bankrendszernek, amit megtárgyaltunk az elején. 199 trilliárd dollár, azaz 200 ezer milliárd dollárral adósok vagyunk annak a bankrendszernek, ami uralja az egész világot. A legérdekesebb rész azonban megmaradt a végére, és ez az úgynevezett derivatives market, azaz azon pénzügyi termékeknek a piaca, amit
angolul derivatívnak hívnak, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy valaminek az értékéből van ez előállítva, ez a pénzügyi termék, és erre néhány példa. Az egyik a futures contract, ami annyit tesz, hogy megegyezik két karakter abban, például ez esetben, hogy Diana-nak van 10 000 Walmart részvénye, 73 dollár 58 cent egy részvény, megegyeznek abban, hogy Jerry ezt megveszi, 2014-ben egyeznek meg, hogy 2015-ben megveszi. 2014. júli 31-én megegyeznek, 2015. július 31-én pedig Jerry megveszi ezért az összegért, amit 2014-ben kialkudnak. Amennyiben fölmegy az értéke, abban az esetben ugye mindketten jól járnak, hiszen Diana megkapja ezt az értéket, Jerry pedig a különbözetet megnyeri, amennyiben lemegy az értéke, akkor pedig Diana mindenképp jól jár, Jerry azonban bukik, amennyivel ez alatti értékért tudja eladni majd a részvényeket a jövőben. Probléma természetesen az, hogy a példában 1 dollár 60 centtel ment lejjebb a részvények értéke, 10 000 részvény esetében ez 16 000 dollár, úgyhogy milliós nagyságrendekben és nagy tételben óriási összegeket lehet bukni. Ez az egyik verziója ennek a derivatívnak. És a másik az úgynevezett swaps, vagy cserék, amikor két kölcsönvevő fél elcseréli a kölcsönükön levő kamat mértékét, illetve a kamat formáját, amennyiben az egyiknek fix kamatozású, a másiknak változó kamatozású, elcserélhetik a kettőt, és a saját összegüket fizetik tovább, csak a megváltozott kamat feltételekkel. Amennyiben azonban valamelyik csődbe megy, akkor visszatér az egész rendszer az eredetire, és tovább fizeti a megmaradó, a saját kamat összegét, illetve a kamat rendszerében azt, ami rá vonatkozik. Ez nem csak kamatra vonatkozik, hanem ugyanúgy vonatkozhat a felvett összeg valutáira, vagy akár, hogy milyen árukról van szó, azokat is megcserélhetik. Még egy fajta ennek a derivatívnak az options, ami ugye opciót jelent, vagy választási lehetőséget. Ez hasonló ahhoz, ami Diana és Jerry esetében volt, hogy megegyeznek egy bizonyos árban, amit a jövőben majd teljesít a vevő, azonban az options, azaz az opció esetén nem kötelező ezt végrehajtani, csak választhat a vevő fél, hogy hajlandó-e ezt teljesíteni. A credit derivative, vagy pedig a mortgage back security, ugye ez a legérdekesebb az összes közül, különösen a mortgage back security. A mortgage back security nem más, mint egy lakáshitellel támogatott termék, és ez annyit tesz, hogy tegyük fel, X fölvesz egy lakáshitelt, és a bank úgy dönt, hogy ő nem várja meg azt a 30 évet, amíg X visszafizeti azt a lakáshitelt, mert a banknak pénzre van szüksége, hogy egy jobb üzletbe részt vegyen, ezért azt a lakáshitelt, aminek Y a végösszege, eladja egy másik pénzügyi intézménynek Y minusz 5 000 egységért, azaz bukik rajta 5 000 egységet, de mégis visszakap annál többet, mint amennyit hitelbe adott, tehát az alap összeget visszakapja, plusz valamennyit nyer, azonban nem a teljes összeget nyeri, így továbbadja, viszont megkapja a pénzt, és ezzel képes utána tovább működni a pénzügyi piacon. A másik fél aztán pedig természetesen behajtja X-től az Y összeget, a teljes összeget. És
amennyiben bízik benne, hogy X vissza tudja azt fizetni. A bankok a 2008-as gazdasági válság idején ilyen hiteleket összecsoportosítanak, mondjuk X fölvesz Y összeget, ebből van 10 000 darab egy banknál ilyen hite. Összecsoportosítja egy csomagba, a végösszeg lenne Y, a végösszeg, úgy értem, hogy amennyit vissza kellene kamatostól fizetni, az Y lenne. Azt mondja, hogy ő Y minusz 1 milliárd dollárért eladja egy másik banknak, ő még így is nyer többet, mint amennyit kiadott, azonban nem a teljes összeget, a bank megveszi ezt az összeget, Y minusz 1 milliárdért, és neki fizetik tovább az adósok. Amennyiben úgy gondolja, hogy ő vesz még 10 ilyen csomagot, akkor neki lesz 10 000 ilyen ember, aki fizet neki, ő összecsoportosítja ezt a 10 000-et egy csomagba, azt mondja, hogy ez ér Y-t, én Y minusz 10 milliárdért ezt az egész kócerát továbbadom egy másik banknak, hogy foglalkozzon vele ő, mert nekem nincs kedve már ezzel foglalkozni, akkor azt ő továbbadja. Ha az a bank úgy dönt, hogy ő vesz 10 ilyen csomagot, akkor lesz 100 000 ilyen ember, aki fizeti neki vissza, és ő azt mondja, hogy Y minusz 100 milliárdért eladom, de még így is nyerek, stb. 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 A probléma természetesen az volt, hogy 2008-ban 0 forint hitelre lehetett, vagy nulla kezdőtőkével lehetett hitelt felvenni, sőt, még adtak 10%-ot lakásfelújításra. Amennyiben bárki kaphat hitelt, akkor bárki jelentkezni is fog hitelért, hiszen az emberek úgy gondolják, hogy mit számít, fölveszem a hitelt, aztán majd lesz valami. Mint ahogy általában az emberek gondolkodnak, hogy majd lesz valami. Egy-két héttel előre még lát, aztán onnantól kezdve köd borítja az egész jövőt. Addig terjed az átlag embernek az a képessége, hogy meglássa a jövőt, meg megtervezze azt főleg. Felveszi a hitelt 0% előleggel, plusz 10%-ot még felújításra, az elmegy a házavatóbulira. Onnantól kezdve próbálja fizetni a részleteket. Na, ilyen hitelből volt akkor millió számra, amit összecsoportosítottak, ebből lettek milliárdok, meg ezermilliárdos ilyen derivatív csomagok, ezért hívták subprime mortgage crisisnek, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag gyenge minőségű lakáshitel krízis, tulajdonképpen ez volt a lényege, hiszen ez a gyenge minőség, hogy az embereket nem ellenőrizték, és ők fölvehették a hitelt, természetesen visszafizetni nem tudja 30 évig, mert ugye a munkahelyek megszűnnek, meg az egész világ csődbe ment. Amikor csődbe megy, amikor elkezdődtek a hírek, hogy ezeket a kölcsönöket nem fogják tudni visszafizetni az emberek, akkor a bankok nem adnak egymásnak kölcsön többet, és akkor leáll az egész világgazdaság. Ez történt 2008-ban, ezek miatt, a pénzügyi termékek miatt. Ez a piac mind a mai napig nincs szabályozva, az úgynevezett derivatív piac mind a mai napig szabályozatlan a világválság ellenére. Ez gyakorlatilag nem más, mint egy pénzügyi spekuláció. Ezekből a termékekből elképzelheti mindenki, hogy ez mit jelent. Lakáshitelek 30 évre előre, ami tulajdonképpen nem pénz, hiszen a jövőben fogják visszafizetni, azonban nem már ma ezért fizet valaki. És ez vár szépen 30 évet. Ez működik minden más pénzügyi termékkel, nem csak lakáshitele. Ez 630 trilliárd dollár, azaz 630 milliárd dollárra becsült, ugyanis senki nem tudja ennek a pontos értékét. Még egyszer megmutatom, hogy állnak ezek a dolgok össze. Bitcoin, ezüst, Bill Gates vagyona, Apple, ez ugye a Federal Reserve Amerikában, ez a forgalomban levő készpénz, ez a világ ingatlan piaca. Ezek azok a fizikális dolgok,
amelyek fedezetként szolgálhatnának ezekre az összes további pénzügyi termékre. Ugye minden mögött kell, hogy legyen valami fedezet, valamilyen anyag kell, hogy legyen mögötte, különben nem ér semmit, hiszen a pénz maga nem ér semmit. Ezek azok a dolgok itt, amelyek még értéket képviselnek. Ugye az ezüst értéke az gyakorlatilag a nullával egyenlő. Ezek azok, amit még elő lehet teremteni. Ezek ugye már az értéktőzsde, szintén még valamennyi pénz. Ez a világnak az adósságállománya, 199 trilliárd, és eljutottunk a derivatív piacig, ami ugye ezek a képzeletbeli szüleményeknek az értéke, 630 trilliárd, 630 ezer milliárd dollár az alsó határa, azonban egyes becslések szerint ez még mindig a 630. Ez még mindig idáig 630, azonban a másik becslés szerint 1,2 kvadrilliárd dollár, ami 1200 milliárd, nem is tudom, hogy kell ezt kimondani, de el tudja mindenki képzelni. 1200 trilliárd dollár, és 1,2 millió milliárd dollár, valahogy így. A lényeg azonban az, hogy ez itt még mindig végig az, ahhoz képest, hogy mennyi pénzünk van, mennyi az az effektíve, kézzelfogható érték, ami valójában van a világon. Úgyhogy így működik a világ pénzpiaca, ez csak egyike azoknak a dolgoknak, amiről a legtöbb embernek fogalma sincs, és én bár nem vagyok szakértő, de ennyit ki lehet deríteni fél óra alatt, és amennyiben megérti az ember, ez egy nagyszerű lépés ahhoz, hogy elinduljon és felgöngyölítse az összes többi hazugságot, mert az életünknek az összes többi eleme ugyanilyen hazugság. És biztos vagyok benne, hogy az emberek 90%-ának fogalma sincs arról, hogy a pénz így működik, és arany nincs mögötte, semmilyen fedezet nincs a pénz mögött. A pénz egy fiktív dolog tulajdonképpen. Az egyetlen fedezet mögötte mindannyiunknak a munkája. Az, hogy a bank ad kölcsön az államnak annyi pénzt, amit nem lehet visszafizetni, hiszen a kamatot nem adja ki, arra, hogy az állam azt mondja, hogy vissza fogjuk fizetni. Azonban fedezetünk erre nincs. Honnan tudják, hogy vissza fogjuk fizetni? Mert az embereket addig adóztatjuk, amíg meg nem lesz az a pénz. És ez az, amit látunk ma többek között Görögországban. Addig adóztatják őket, addig fogják húzni a nadrágszíjat, amíg elő tudják teremteni a kamatokat. Nem lesz nyugdíj, nem lesz közfoglalkoztatás, nem lesz iskola, nem lesz támogatás, nem lesz szociális támogatás, nem lesz semmi, hiszen a banknak vissza kell fizetni azt a kölcsönt, amit azért vettünk föl, hogy szét tudjuk osztani, hogy a szociális járulékokat ki tudjuk fizetni azoknak a tudatlanoknak, akiknek fogalma sincs semmiről. Csak jogaik vannak, de felelősségeik nincsenek. Úgyhogy, és ez mind azért, mert ezek az emberek is azt mondogatták, hogy majd lesz valahogy, majd ők tudják, én ez nem értek. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!